Kis körülmény is a leszerelése, meg nem egy igazán kényelmes viselet. Viseletes vagyok biztos. Azt hiszem, egy ilyen zuhanó felvétel készítésekor nem is annyira a kamera a lényeges, hanem maga a sisak. Igen, hát természetesen a kamera is lényeges, addig, hogy működőképes felvétel készítésére alkalmas, de valóban a sisak a fontosabbik része, mivel a sisakra rögzítjük a kamerát, és tulajdonképpen a kamerán a monitoron nem tud nézni, hogy milyen felvételt készítesz, úgyhogy meg kellett oldani, hogy mégis azt vedd fel, amit szeretnél. Innentől kezdve számít minden apró részlet a sisakon. Na hát ezt hogy csinálod, hogy nem tudsz belenézni a kamerába, de mégis azt veszed fel, amit te akarsz? A sisaknak az elejére a szemem elé föl van szerelve egy ilyen speciális kis célzó berendezés. Ez a kis kör alakú lencse. Csak egy bizonyos szögbe látsz át a lencsén. Ha más irányból nézed, vagy a lencse, vagy a szemeddel mozdulsz, más irányban nem látsz keresztül rajta. Tehát muszáj a fejemet is fordítanom, nem elég csak a szememet. Így van. Innentől kezdve a földön, az ugrás előtt a kamerát és a célzókát összehangoljuk, és tulajdonképpen a kamera mindig azt fogja fölvenni, amit a célzókán keresztül ebbe a kis rombusz alakú világos részen keresztül látsz. Azon kívül a apróságok, ami első időben nagyon sok gondot, fejtörést okozott, ugye kb. 200-as tempóval zuhansz felvétel készítés közben. Most a menet szél tulajdonképpen a kamerának az apró résén be tud fújni, a szalagot el tudja fújni a fejtörés közben. Egy kis plusz feladat a réseket, a kazettát tartó környékén szigetelőszalaggal leragasztani, hogy ne tudjon belefújni a szél. Ha viszont a technikai részleteit megoldottad, akkor most már nem lehet egy különösebben ördöngös dologot a felvételeket a levegőben megcsinálni. Hát innentől kezdve akkor át is adom neked, és csinál te. És is akkor én előkészítem neked, kamerát összerakom, és akkor innentől kezdve nagyon szívesen a kollégádnak neked odaadom. Talán úgy tűnik, mintha kifelejtetted volna az egészből, hogy ejtőernyős ugrásról van szó. Hát alapvetően az ejtőernyőzésnek a fogalma, aki tisztában lenned a szabad esés, hiszen nem a két lábaddal közlekedsz, mint ahogy a földön. Innentől kezdve valamennyi kreativitás is kell hozzá, hogy ott a levegőben, zuhanás közben gondolkodnod kell, hogy a felvételnek mi adja meg a szépségét. Hogyan helyezkedsz, milyen szögből optimális megközvetlen a gyalogzatot, kicsit fölötte, kicsit alatta, milyen távolságból, hiszen erre korlátozott idő áll rendelkezésre.